Székelyföldön millenárisra költözik, Gyergyó Szék lesz a pénteken induló Székely Fesztivál díszvendége. Élő örökség, a nagybányai tájképfestőtelep elmúlt 21 évének történetét mutatja be a Vármező Galéria új kiállítása. Zöld szemlélet, játékos feladatok, madárgyűrűzés és ismeretterjesztő foglalkozások várták a családokat a Jókai kertben a Madarak és Fák napján. A Budai Híradót látják 19 órakor. Jó estét kívánok! Gyergyó Szék lesz az idei Székely Fesztivál díszvendége. A péntektől vasárnapig tartó programsorozaton székely ételekkel, italokkal, kézműves termékekkel és kulturális programokkal várják az érdeklődőket. Idén a turisztikai szempontból fontos székelyföldi helyszíneket is bemutatják a rendezvényen. A szervezők szerint akár 50 ezeren is lehetnek a fesztiválon. Székely ételekből, italokból, kézműves termékekből és persze kulturális programokból idén sem lesz hiány a Székely Fesztiválon, ígérik a szervezők. A péntektől vasárnapig tartó programsorozatnak a millenáris ad majd otthont. A rendezvény egyik legfontosabb célja, hogy bemutassa Székelyföld hagyományait és értékeit. A fesztivál fővédnöke Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter, aki szerint szükség van arra, hogy a kultúra vagy az oktatás mellett a gazdasági kapcsolatok is összekössék az anyaországi és a határon túli magyarokat. Megtisztelő nekem, hogy ezt a fesztivált, ezt a rendezvényt támogathatom, hiszen ezzel is azt fejezzük ki, hogy a magyar kormány mindig Kárpát-medencei magyarságban gondolkodik. Abban gondolkodunk, hogy nem csak az ország határig tart a felelősségünk, hanem az ország határon túl élő magyar állampolgárok vagy magyar nemzetiségű személyek iránt is felelősséget érzünk. A második fontos ok volt, hogy mint Budapest egyik képviselője fontosnak érzem, hogy Budapesten is legyen lehetőség Székelyföld bemutatkozására. A harmadik pedig gazdasági ok. Szeretném, hogyha minél több székelyföldi kis- és középvállalkozó tudna magyar vállalkozókkal kapcsolatba lépni és kapcsolatot kialakítani. Az idei rendezvény díszvendége Gyergyó Szék lesz. A fesztiválon a térség turisztikai értékeit és gasztronómiai különlegességeit is megismerhetik a látogatók. Most több mint 100 kézműves termelőt hívtunk meg, ugye ennyire van gyakorlatilag kapacitása jelen esetben itt ennek a millenáris épületnek, és ez a 100 termelő úgy megközelítőleg 1300 terméket hoz el, ezt természetesen meg lehet nézni, meg lehet kóstolni és meg is lehet vásárolni. A Székely Fesztivállal hagyományt teremtettek a második kerületben, mondta Láng Zsolt polgármester. A Székely termékek piacával, a Tintakő Székely könyvesbolttal számtalan olyan rendezvényünk volt már a kerületben, amely az erdélyi kultúrát, az erdélyi gasztronómiát erősítette, és akkor ennek egy folytatása lett az első fesztivál, úgyhogy én nagyon bízom benne, hogy most már a harmadik, és ez egy olyan hagyomány lesz, ami a második kerületet évről évre erre a három napra Székelyföld részévé teszi, és védnökökként az erdélyi megyei vezetőkkel valóban jó gazdái lehetünk ennek a fesztiválnak. A fesztiválra évről évre egyre többen kíváncsiak, idén 30-50 ezer látogatóra számítanak. A millenáris teljes területén zajlik a Székely Fesztivál. Gyakorlatilag a kereteinket feszegetjük. Bízunk benne, hogy jövőre a Táncszínház átadása után jelenlegi építési terület átadásával úgymond visszanyeri a millenáris azokat a területeket, amelyeket szintén erre a célra fordíthat. A programok listája az interneten is megtalálható. Újabb részlet derült ki a 3 héttel ezelőtt történt második kerületi ékszerrablással kapcsolatban. A feltételezett elkövető a Retek utcai ékszerbolt kifosztása előtt egy budai hotelben lakott orosz barátnőjével, közvetlenül a rablás után pedig a szállodába menekült, ahonnan néhány óra múlva távoztak. Azt mondták, hogy az állapotos nő rosszul lett, ezért kórházba kell menniük. Másnap azonban már hiába próbálták őket elérni a hotel alkalmazottai. A feltételezések szerint a rabló társával együtt külföldre menekült. Július végén köthet szerződést a BKV a 3-as metró infrastruktúra felújításának nyertesével, így a második fél évben elkezdődhet a beruházás. Sajtóinformációk szerint már dolgoznak a felszíni közlekedés kialakításán és a metró pótlásához szükséges buszok is rendelkezésre állnak. A felújítás a Nagyvárad tér és a Kőbánya-Kispest közötti szakaszon kezdődhet el.
A matematika írásbelikkel folytatódott az idei érettségi, a diákok középszinten két feladatlapot kaptak, a vizsga első felében mértani sorozatok, gráfok, logaritmus, valószínűségszámítás és függvények szerepeltek a feladatok között, a második részben már bonyolultabb, több számítást igénylő, összetettebb feladatok várták az érettségizőket, szerdán történelemből vizsgáznak a diákok. Tovább csökkennek az üzemanyagárak szerdától, a benzin 4, a gázolaj pedig 5 forinttal lesz olcsóbb, ez azt jelenti, hogy szerdától a benzin literenkénti átlagára 346, még a gázolajé 345 forintra mérséklődik. Legutóbb múlt pénteken változott az üzemanyagok ára, a 95-ös benzin 5, a gázolaj 3 forinttal lett olcsóbb. A környezetvédelem fontosságára hívták fel a figyelmet a Jókai kertben, ahol a Madarak és Fák napjához kapcsolódva rendhagyó családi napot rendeztek. A gyerekek játékos feladatokban vehettek részt, és az is kiderült, hogy mire szolgál a fakopműszer, vagy hogy hogyan segítik a madarak fészkelését a természetvédők. A vizek élő világával. A horgászok szeretik a harcsát, mert legnagyobbra növő édesvízű alfajunk, de itt van egy nagyon kicsi fiatal példánya. Az odú lakó madarakkal. Ez most éppen nem lakott ez az odú, de használják. Vagy akár a Magyarországon őshonos rovarokkal is megismerkedhettek azok, akik ellátogattak a Jókai kertben szervezett családi napra. A Madarak és Fák napjához kapcsolódva sokféle programmal várták az érdeklődőket. A rendezvény tulajdonképpen arról szól, hogy a különböző élőlények természeti értékeket be tudjuk mutatni a városi embereknek, illetve a látogatóinknak. A Madarak és Fák napja rendezvény egyébként is arról szól mindenhol a világban, hogy a természetet bemutassa és a természet védelmének fontosságára hívja fel a figyelmet. Egyik legfontosabb zöldjeles napunk itt Magyarországon rendezték meg egyébként először. Kifejezetten a Madarak és Fák napja rendezvény miatt vagyunk itt. A gyerekeknek szerettünk volna közvetíteni ezzel kapcsolatban valamiféle értéket, hogy kint a természetben lenni milyen jó dolog, meg erre szeretnénk őket nevelni. A látogatók a fák állapotának felmérésére szolgáló fakop műszert is megismerhették. És ezt meg kell kopogtatni, és az a három kopogás a különböző tüskék érzékelik, hogy mikor ért el oda a hang. Egy egészséges fánál nagyon gyorsan oda tud érni a hang, viszont egy beteg fánál az odvas részen nem megy át a hang, és ki kell kerülnie, ezt használja ki a műszer, és ennek alapján rajzol ki egy színes metszetet ennek a fának a metszetét. A fakop műszerrel hamarosan a 12. kerületi fákat is megvizsgálják, mondja a Hegyvidéki Zöld Iroda vezetője. Elkészült a kerületben a közterületi fakataszter rendszerünk, ahol több mint 9000 fát mértünk fel, és több száz fa esetében szemrevételezés alapján azt állapítottuk meg, hogy valamifajta további vizsgálat szükséges. De hogyha ennek a több száz fának a vizsgálatát mi egy szakértővel, vállalkozóval elvégeztetjük, az sok millió forint, ezért úgy döntött az önkormányzat, hogy akkor inkább vásároljunk egy ilyen készüléket, és ezt mi magunk meg tudjuk csinálni. A rendezvénnyel a környezetvédelem fontosságára hívták fel a figyelmet. Azt szeretnénk, hogy minél több kerületi polgár érezze fontosnak a természetvédelmet, a környezetvédelmet, hiszen az, hogy mi egy ilyen gyönyörű kerületben lakunk, az kevés, hogy most ez van, ezt meg is kell őriznünk, és ehhez kell minden egyes állampolgárnak a támogatása, hiszen az önkormányzat önmagában nem fogja tudni ezt a munkát elvégezni, ezért mindenkinek a támogatására számítunk, mi pedig azért jövünk el, hogy ez a párbeszéd elkezdődjön és folytatódjon a következő időszakban is. A Madarak és Fák napját 1902 óta ünneplik Magyarországon. A nagybányai tájképfestőtelep elmúlt 21 évének történetét mutatja be a Vármező Galéria új kiállítása. A művésztelepeken résztvevő alkotók az egykori nagybányai festőiskola szellemi örökségét szeretnék továbbvinni. Nagybányai táj három művész szemével. Ezek a képek is abból a sorozatból valók, amelyet a Vármező Galériában állítottak ki. Ilyen jellegű tárlat nagyon ritkán látható bármelyik galériában, ugyanis az alkotások mindegyike a Máramaros megyei székhely környékét ábrázolja. A különleges kiállításra 75 művet hoztak el, ám a nagybányai művésztelep mintegy 300 ilyen jellegű alkotást őriz, ebből válogatták ki a mostani tárlat anyagát. A nagybányai tájról készült festmények legtöbbjét a különleges fényárnyékjáték teszi egyedivé. Az apró részletességgel kidolgozott, különböző művészeti stílusokban készült képek mind a nagybányai szellemiséget képviselik.
Az ikonikus tájra ellátogató festők szinte mindegyikét megihlette a város. Ez egy varázslatos táj, nem véletlen, hogy Európában ott alakult ki ez a festészeti irányzat, amit ma is igyekszünk ennek a szellemében festeni. Hát az a vulkánikus eredetű táj, az az erdős vidék, az ember és a természet harmóniájában lévő táj, az úgy látszik, hogy az alkotja meg a különleges fények, ami Nagybányán jellemző, és ami tulajdonképpen a festőknek a mekkájává tette ezt a vidéket. Még csodálatos a környezet. Olyan tájakat lát az ember, mintha Ferenczy Károly idejében járnánk ott. A nagybányai festőiskolát Hollósi Simon alapította 1896-ban. 1902-től szabad iskolává alakult, ahol az új magyar festőgeneráció majd minden jelentős alakja megfordult. Az iskola keretein belül tanulták meg a magyar, illetve határon túli festők a naturalista alkotások alapjait és a plenér festészetet. Itt tulajdonképpen egy keresztemetszetet akarunk bemutatni a telep történetéből. Ez nem elsősorban van két helyen, két gyűjteménybe, körülbelül 600 munka, egyikbe 300, a Nagyváradi püspökségen gyűjteményében, a telepünkön készült munkákból. 300 a Nagybányai Kulturális Egyesület gyűjtemény. Ebből a 300-ból válogattunk itt 74-et, ami ki van, ami körülbelül illusztrálja a telep történetünket. A galériában kiállított művek mindegyike más perspektívából mutatja be a tájat. A képen látható Véső Ágoston jellegzetes stílusa nagy kedvel dolgozza fel a tájat kristályformában, vagy olyan organikus, összefoglaló nyelvezettel, ahol nem a részletek a fontosak, hanem a színvilág, egy-egy évszak vagy napszak hangulata, és ebből próbál egy kicsit plasztikus, súlyos festészetet létrehozni. A nagybányai művésztelep 21 évét bemutató kiállítást az érdeklődők május 31-éig tekinthetik meg a Vármező galériában. Több százan vettek részt az első Fashion Bazaar rendezvényen a MOM Sportban. Az Európa keleti részében még teljesen ismeretlen, és a kontinens nyugati részén is most éledő kezdeményezés lényege, hogy a legminőségibb márkás ruházati termékeket és kiegészítőket nagy engedménnyel adják. Ennyi divatos és márkás holmit még a kis Luna is ritkán látott életében, pedig ő maga is trendi ruhában feszített az első Fashion Bazaron. Nem csak a mini chihuahua, a gazdája, az Ita is jól érezte magát a MOM Sportban rendezett hangulatos vásáron. Én nagyon örültem neki, mert azért ezek a márkák, amit bár még most érkeztem, úgyhogy nagyon nem néztem körül, de azért ezek a márkák elég húzós áron vannak egyébként, hogyha az ember üzletben veszi, és már itt hirtelen találtam is olyan dolgot, ami nem is volt még használva, és baromi jó áron. Részben az újrahasznosítás az értékek őrzésének szándéka, részben egy közösségi oldal adta a Fashion Bazaar ötletét a MOM Sport igazgatójának. A Snobraktár egyik vezetőjétől megtudtuk, hogy 65 ezer tagjuk van, és naponta 5000 újabb jelentkező próbál bejutni a csoportba. Azt vettük észre, hogy számos embernek gyűlik össze a gardróbjában olyan holmia, amit egyrészt adományozna, másrészt viszont nyilván vannak benne olyan luxus kategóriájú termékek, amelyekről úgy gondolták, hogy érdemes lehet inkább reális áron továbbadni. A közösségi oldal kontrollálja a márkákat és a minőséget, a Fashion Bazaarba is kontroll után lehetett bejutni. Mivel itt nagyon-nagyon kedvező áron, tehát az eredetinek a töredékért lehet minőségi holmikat kapni, amiknek egyébként a minőségét és a márkáját mi leellenőriztük, tehát itt nincs olyan, ami szerintünk kereskedelmi forgalomban nem kerülhet. Olyan emberek is megvehetik ezeket a jó minőségű tartós fogyasztási cikkeket, akik egyébként nem engedhetnék meg maguknak. A MOM Sport hagyományteremtő rendezvényén olyan résztvevővel is találkoztunk, aki a testi egészség mellett a jó megjelenés adta lelki egészség megteremtésében is tudott segíteni. Amikor egy nő belülről jól érzi magát, és szépen felöltözik, akkor a legtökéletesebbet tudja nyújtani a társának is, a családjának is, és a környezetének is. Éppen ezért én nagyon-nagyon fontosnak tartom azt, hogy én, mint belgyógyász, részint helyrehozzam az ő egészségügyi paramétereiket, majd utána segítséget nyújtsak nekik abban, hogy hol találnak maguknak megfelelő
öltözéket, hogyan fogják tudni jobban érezni magukat. A televízióból ismert műsorvezető is mutatós darabokat hozott el ruhatárából. Azt gondolom, hogy aki igazán stílusos, az nem feltétlenül a divatot követi, hanem a saját egyéniségét, és akkor ott számára nem az a meghatározó, hogy most ez a legújabb divat szerinti legyen, hanem hogyha az a ruha vagy kiegészítő, az az én stílusom, az én színem, az én fazonom, akkor szerintem teljesen mindegy, hogy az hány éves az a ruhadarab, akkor az jó lesz. Egy fiatalos hölgy különleges alkalomra keresett különleges ruhát, és megtalálta. Egy tengerparti esküvőre kerestem valamilyen nagyon exkluzív, elegáns, alkalomhoz illő ruhát, és meg is találtam az egyik strandnál, és nagyon-nagyon örülök neki. Akinél pedig rálelt az egyedi darabra, nem más, mint egy másik fiatal hölgy, aki másfél éves londoni tartózkodása alatt tett szert egy nívós kollekcióra. Majdnem az összes ruhám, az egész ruhatáram kintről van, onnan szoktam vásárolni, és hát ahogy látszik, hát eléggé felhalmoztam egy csomó mindent, úgyhogy kénytelen voltam kijönni, de nagyon örülök neki, hogy ilyen színvonalas rendezvényt biztosítottak. A Fashion Bazaar első rendezvényét a MOM Sport igazgatójának tervei szerint még sok követi, ugyanis a tapasztalatokat felhasználva minden tavasszal és ősszel szeretnék megrendezni ezt a különleges vásárt. Hamarosan megkezdődik az ördögárok menti támfal átépítése, emiatt május 27-től várhatóan nyár végéig változásokra kell számítani az 56-os és a 61-es villamosok közlekedésében. A villamosok a Szél-Kálmán tér felől a Buda-Gyöngye megállóhelyig, illetve a Szent János kórházig közlekednek majd. A kimaradó szakaszokon pótlóbusz szállítja az utasokat. Adásunkat honlapunkon a www.hegyvidéktv.hu weboldalon is megnézhetik. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!